És már itt is van mellettem Hölgyesi László az Országos Meteorológiai Szolgálattól. Üdvözlöm! Köszönjük. Aki arra fog nekünk beszélni, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat mobileszközökre kifejlesztett országosan és ingyenesen is elérhetően egy alkalmazást. Wow! Mit lehet erről az alkalmazásról tudni? A Meteorológiai Szolgálatnak van egy veszélyjelző rendszere, ez nem újdonság. Ez elérhető a Meteorológiai Szolgálat honlapján, ahol megtekinthetők az elkövetkező néhány órában várható riasztások is, ugye az egy komolyabb események, szélre, viharra, ónos esőre, hófúvásra, égszakadásra, földindulásra, és megtekinthetők az úgynevezett figyelmeztető előrejelzések is, ami egy távolabbi veszélyre hívja fel a figyelmet, de az még nem konkrétan itt van, ilyen van egy például köd, vagy egy nagy hőségre, vagy ilyen hasonló jelenségre figyelmeztetés. De ahhoz, hogy ez az információhoz hozzájussunk, ahhoz föl kell menni a honlapra, vagy meg kell hallgatni a rádiót, be kell kapcsolni a tévét. Az okostelefonos alkalmazásnak pont ez a jelentősége, hogy benn van a zsebünkben egy telefon, és a Meteora alkalmazás az nem csak a pontos időt jelzi ki, ha föltelepítjük, hanem azt is, hogy milyen veszélyes időjárási jelenségek várhatók ott, ahol éppen vagyunk. Tehát helymeghatározáshoz függően mondja meg, hogy... Helymeghatározás. Pontosan érzékelő, hogy hol vagyunk, folyamatosan kapcsolatban van a Meteorológiai Szolgálatnak az adatbankjával, onnan megkapja a pontos információkat, és ezt megjeleníti. Ha rá kattintunk erre a kis órajelre, akkor bejutunk egy ilyen úgynevezett térképes módba, ahol nem csak azt tudjuk megnézni, hogy ahol éppen vagyunk, ott milyen veszélyek fenyegetnek, időjárási riasztások, miket adott ki a Meteorológiai Szolgálat, hanem az egész országra is egy Google térképen megtekinthetjük. Itt is látható, hogy akár a várható csapadékot egy radar képhez hasonló módon megtekinthetjük, de ezt megtehetjük hőmérsékletre vagy várható szélre vonatkozóan is. Kiknek ajánlják ezt az alkalmazást kifejezetten? Hát mindenkinek ajánljuk, aki szeret tisztában lenni avval, hogy milyen veszélyes időjárási jelenségek várhatók a közeljövőben. De azok is használhatják, akik például a nagy tavaink mellett vannak, akár vitorláshajón, akár csak a parton, és valamiért nem látják a viharjelző rendszernek a villogó lámpáit, hiszen az okostelefon ezt is jelzi, hogy milyen erősségű viharra adott ki a Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést vagy riasztást, és annak függvényében, hogy éppen melyik tó mellett vagyunk, Balatonnál például ugye három medencére van már bontva, pontosan kijelzi, anélkül, hogy mondjuk látnánk azt a lámpát a tópartján, ugye erre szorítkozhattunk. A másik az, ami nagyon fontos, hogy automatikusan is rögtön frissül. Tehát nem kell semmi frissítő gombot nyomni, hanem mindig a legfrissebb információk közvetlenül jutunk hozzá. Ezen kívül van lehetőség saját riasztások beállítására is. Lehet, hogy sokkal érzékeny vagyok a hőmérsékletre, vagy a kisebb eső is zavar, vagy a gyengébb szél is, mint ami a hivatalos riasztás, és beállíthatok bármilyen fokozatot, és ilyenkor az óra ezt is kijelzi, ilyenkor az órának a mutatója átvált narancssárga színűre, és azt is megmutatja. Sőt, azt is megmutatja, hogyha a közeljövőben eső várható. Most is például ugye itt Budapesten szemerkél az eső, és ha valaki ezt föltelepítette, akkor már is az óra mutatója mellett a csapadéknak, a várható csapadéknak a jelenségét is megmutatja. Tehát először volt a riasztás, figyelmeztetés, a tavaknál a tavi viharjelzés, saját riasztásra is van lehetőség. Az elkövetkező másfél órának a hőmérséklet, csapadék, szél viszonyait térképes módban meg lehet tekinteni, sőt legújabb fejlesztésként még az utak forgalma is megtekinthető. Hát gondoljunk a pár héttel ezelőtt, amikor ónos eső bénította meg elsősorban a Dunántúlon a fél országot, akkor nem csak azt tudhatta meg valaki, ha meteorát használta, hogy most piros riasztás volt kiadva ónos esőre, és ugye felhívták a figyelmet, hogy lehetőleg ne induljunk el, de ha már látjuk, hogy az utakon van forgalom, visszavonták már a riasztást, akkor tudhatjuk, hogy már nyugodtan elindulhatunk, hiszen már nincsenek akadályok. Tehát már az út forgalmát is tudja figyelni ez a rendszer. Gyakorlatilag akkor megállíthatjuk azt, hogy ez az alkalmazás megállás nélkül aktív. Nem meríti ez nagyon a telefont? Természetesen valamilyen módon plusz információ kell neki, tehát az, hogy azáltal, hogy ha bekapcsoljuk a GPS-t, mert pontos információra van szükségünk, az is valamennyire lemeríti, illetve az internet használat. De nem jobban, mint
amikinek folyamatosan be van kapcsolva, mert folyamatosan nézni a Facebook oldalát, vagy nézi a leveleit, tehát ennyiben kell. Ha valaki természetesen nem használja folyamatosan az internet kapcsolatot, akkor nem is kaphatja meg az információt. De lehet, hogy csak akkor kapcsolja be, amikor neki erre szüksége van, mert olyan helyen van, nem is érdekli az időjárás, mert nem befolyásolja, de ha éppen elindul, kirándulni indul, vagy éppen a vízen van, és akkor is bekapcsolhatja, akkor is automatikusan a legfrissebb információt kaphatja. Sőt, a naptár beállításokkal is összeköthető az alkalmazás, tehát beállítottam, hogy az elkövetkező 12, ugye az órán ugye 12 óra látható egyszerre, akkor egy kis piros jelzés mutatja azt, hogy mikorra van egy bejegyzett programom, és rögtön azt is látom, hogy hoppá, lehet, hogy 2 óra múlva már erős csapadékra adtak ki riasztást, tehát vigyem magammal az esernyőmet. De gyakorlatilag megállapíthatjuk azt, hogy ez gyakorlatilag minden embernek hasznos. Egy alkalmazás személyre szabható valamilyen szinten? Valamilyen szinten, mondom, személyre szabható, mert a saját riasztások beállításával nem csak a hivatalos meteorológiaszolgálat által és mindenféle rendeletek által megszabott kritériumok vannak, ugye például a balatoni viharjelzés, ugye 40 kilométeres erősségi szélőkés fölött adják ki az első fokot, 60 kilométer fölött a másik. Lehet, hogy engem már egy gyengébb szél is befolyásol, vagy egy kisebb csapadék is, mint az özön vízszerű csapadék, akkor ezeket is beállíthatom, hogy nekem mi az inger küszöb, amire szeretnék riasztást kapni időjárási szempontból. Gondolom akkor elérhető Androidra, iOS-ra és Windows Phone-ra? Jelenleg, ugye a legnagyobb elterjedésű Androidra fejlesztettük ki ez az alkalmazás, és ez bárki letölthető ugye a Google Play-ből, semmi ingyenesen használható, hogy az elején mondta is. Csak le kell tölteni, feltelepíteni és widgetként felrakni, ugye az fontos, mert ha nem telepítjük föl magára a élő alkalmazásként, akkor nem tud folyamatosan kommunikálni az adatszerverrel. De tervezzük, hogy hát 2015 bezárólag mind a 3 operációs rendszerre, tehát az iPhone-ra is és a Windows-osra is kifejlesztjük ennek a változatát. Hát én mindenféleképpen kíváncsi vagyok, mert iOS-t használok, úgyhogy majd ha megjelenik, akkor biztos, hogy van használni fogom, és ajánlom én is mindenkinek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen én is!